Vannak olyan dolgok, amiket csak úgy az életben csak úgy kell csinálnod, mert valami azt mondja, hogy muszáj, és akkor megcsinálod, és azt mondod, hogy jó, hogy bíztam ebben a hangban. Halihó, Szentendre, Tejföl! Hú, teljesen véletlen kerültünk a vendéglátásba igazából. Én annó, még általános iskolás koromban, meg később még a középiskola elején is, hogy menzás voltam, és őszinte leszek, én rüheltem a menzát. Ott utáltam meg például a vadast, ott utáltam meg például a megymártást, marhával, meg egy csomó olyan ételt, ami egyébként nem feltétlenül rossz, de hogy én nem tudom megenni. És erre mit ad Isten? Jön egy meghívás, és én a meghívásokat nem szoktam elfogadni. Mert úgy vagyok vele, hogy én szeretem megtalálni a helyeket, amiket be akarok mutatni, de ez most picit más volt, mert hogy maga a koncepció az megfogott. És a koncepció az, hogy régi gyerekkori ízélményeket, amik alapvetően nem pozitívak, próbálnak meg most szerethetővé tenni, egy kraftsörökkel, naturborokkal, petnattal, mi egymással operáló szentendrei kis bisztróban, és én erre rohadt kíváncsi vagyok. Sokszor én sem tudom a választ, hogy miért, csak valahogy mindig volt egy ilyen, hogy egyszer majd lesz egy éttermem, meg ugye laktunk 8 évet külföldön, és mindig, amikor hazajöttünk, akkor olyan jó volt azokat a finom dolgokat enni, és mondjuk a Tejföl volt az egyik ilyen, ami külföldön nincs jó. Tehát, hogy crème fraîche van, meg sour cream, meg ilyenek, de hogy így az igazi magyar Tejföl, az csak itthon volt, meg egy csomó más íz is. És igazából innen jött, hogy úgy mindig olyan lelkesek voltunk, vagy én legalábbis mindig olyan nagyon lelkes vagyok, amikor valami új ízt találok, vagy valami finom íznek az újragondását, és akkor azt mindig mindenkinek meg akarom mutatni, és akkor most lett erre egy ilyen hely, hogy amiket itt találgatunk, azokat így lehessen. Így vendéglátásban így jó vagyok. Köszönöm, az egy-két év, amit kint csináltam Londonban, az bőven elég volt nekem, úgyhogy én tovább is álltam erről a pályáról. És akkor utána megnyitottunk egy éttermet. Részkakasban voltam előtte a konyhafőnök, és akkor tulajdonképpen onnan a pár emberrel jöttünk át ide. Egy kicsit nyugisabb, vidékibb életérzést átgondolni, megnyugodni és alkotni. És jön egy vendégváró falat, ez a legelső, ez még nem is az étlap része, nem is a rendelés része. Kap egy ilyen vendégváró falatot, mindig más kb. Minden vendég kap egy welcome falatot. Házi kenyeret sütünk, ez gyökérkenyér per pillanat, ami le van pirítva, és mindig változik az, hogy mit kap a vendég. Most körözöttet csináltunk, egy pici füstölt paprika van benne, amúgy házi tejföl, házi túró van benne, egy pici savanyított hagyma és egy kevés petrezselyem csíra. Jó étvágyat. Mondjuk a körözöttet imádom, pont. Egy hibátlan, tökéletes körözött, ami annyiban másabb egyébként, hogy nincs benne jutúró, tehát a vadság az hiányzik belőle, és nem mellesleg van hozzátéve egy pici édesség. Tiszta lap, az ugye látszik is, hogy nincs is semmi a címkén írva, mert ők szeretnének tiszta lappal indulni az édes vörösborok világában, és elvileg ez Magyarországon az egyetlen természetes édes vörösbor, ez egy ilyen november végi nagyon késő szüret, és olyan brutálisan gyümölcsös zamata van, hogy így eddig ezt így bárki kóstolt, hogy elvesztette a fejét, amikor a felszolgálóinkkal lekóstoltattuk a borlapot, akkor az egyikük mert másnap három üveggel, és levitte Egerbe a családnak, tehát hogy így egyszerűen ez valami fantasztikus. A következő tétel egy májkrémes kenyér, ami azért nem olyan, mert hogy maga májkrémes kenyér, amit én ne szerettem volna, azt nem sikerült gyerekkoromban elvenni tőlem, de hogy ez nem olyan májkrémes kenyér, mint amit én ismerek. Szóval egy májkrémes kenyeret eszel, aminek van az alján egy burgonyafánk, a tetején egy csirkemájból készült májkrém, ami meg ki van egy kicsit sokkolva. Ennek a tetejére megy még egy rozmaringos fűszervaj. Ez is szintén ki van sokkolva, így van leszeletelve, és rá van rakva a burgonyafánknak a tetejére. Erre megy még egy kenyércsipsz és egy kis érlelt tehén sajt, aminek a tetején van még amúgy egy borzselé, egy kis táj bazsalikom és ehető virágok. Nem szeretem azt a szót, hogy újra gondolt, meg igazából azt sem szeretem, hogy újra gondolnak. De hogy itt az én olvasatomban nem erről van szó, hanem vannak azok a menzás ételek, vagy vannak azok a gyerekkori ételek, ízélmények, amelyek adnak valamiféle kiindulási alapot. Vagy azért, mert szerettük, vagy azért, mert nem szerettük, de mindenképpen ismerjük. És ez egy játék az ízekkel, hogy eszek valamit, ami nem hasonlít semmilyen szinten, kinézete semmiképpen arra, ami az étlapon van, de hogy vajon felismerem-e az összefüggéseket? Megtalálom-e, mondjuk akár annélkül, hogy elolvastam, hogy mi az étel, amit én kikérek, vagy megkapok, de egy olyan játék, van veszek részt, ami azt mutatja meg, hogyha ezek az ételek annó megfelelő tudás, anyagiak, minőség, ha minden szépen összeáll, és minden csillag
fényesen vagyok fönn az égen, és megcsinálják ezeket akkor így, akkor ezek nem mumusok. Most nyilván nem a májkrém meskenyéről beszélünk, hanem például a marha megy mártással, vagy a vadas, vagy a nem tudom micsoda. Csomó olyan dolog van, amit ismerünk valahonnan, de valahogy olyan, akár az idő során elcsépelté vált, vagy pedig igazából csak a gyerekkori emlékek szépítik meg a történetet, nem tudom, nem is ez a lényeg benne igazából, de hogyha ezekkel az ételekkel így akkor találkozom, kurva kövér lennék. Január 2-án itt a Szentendrén az egyik úton találtam egy hatalmas Akita kutyát, és nyilván, hogy nem kóbor volt, mert tök ápolt volt, meg nem, úgyhogy beraktam a kocsiba, elvittem a benzinkútba, leolvasták a csippet, teló, hazavittem minden, és akkor a csávó mondta, hogy jaj, nagyon köszi, hogy hazahoztad, hogy a haverom csinálja ezt a bort, itt van ajándékba, és akkor amikor nyitottuk itt az éttermet, akkor felvittem, hogy szia, 3 hónapja én vittem haza a kutyádat, hogy add már meg a számát annak a barátodnak, mert nagyon fincsi volt a bora, és ez is amúgy ilyen 1244 palack. Ezek amúgy a legtöbb jelz ilyen, tehát hogy ezek ilyen szerelem projektek, tehát hogy ilyen informatikusok, akik távba dolgoznak, azt mondom, hogy a H4-zet az a horvát és horvát testvérpár, meg van, tehát hogy ezek ilyen abszolút, hogy van valami munkám, vagy a férjem dolgozik, és én közben borral foglalkozok típusú dolog, tehát hogy ezeket nem is nagyon lehet ilyen boltok, vagy ilyen spár, vagy ilyesmiben megtalálni, hanem ezek ilyen kis szerelemprojekt, ilyen kis kisebb borok, és ezeket nagyon szeretjük ajánlani az embereknek. Csirke paprikást teszel, egy tojáson sosnokedlik flannal, klasszikus paprikás mártással, tulajdonképpen szintén házi tejfőleg készítjük. A csirke comb az ki van filézve, le van adagolva, be van fűszerezve, fel van tekerve, le van szuvidálva, aztán utána felpirítjuk vajon és egy kicsi olajon, tejfölhab, kicsi szárított tojássárgája és egy sonka chips. Mellé van egy kapros uborka saláta. Szóval az van, hogy lehet, hogy koncepció probléma van nálam, mert hogy igazából a hely, mivel arról szól, hogy gyerekkori nem egészen pozitív ízélményeket próbálnak pozitívra átfordítani azzal, hogy a régi, esetlegesen nem szeretett ízeket mutatják meg egy olyan formában, ami szerethető, hogy nekem nem ezeket az ételeket kellett volna választani, ugyanis a következő étel az nem más, mint a paprikás csirke, tojásos nokedlivel és uborka salátával, ami kurva egy kedvencem, szóval ezt imádom. De ugyanúgy a májkrémes kenyér is, ezek mind olyan dolgok, amiket én nagyon szeretek, tehát nálam nincs szükség arra, hogy ezeket átfordítsák bennem, mert hogy én alapból is szeretem ezeket az ételeket. Igaz, ez nem baj, hogy ezeket kértem, mert hogy mondom, imádom, tehát jó újra megkóstolni őket, akár egy ilyen más olvasatban, és ez egészen más olvasat. Szuvit csirke, nézzük a tojásos nokedlit először. És bőr van a csirkén, és szerintem a bőr a legjobb része a csirkének, úgyhogy imádom, hogy rajta hagyták, és imádom, hogy megvan benne. Ez a csirke, benne van a top 3-ban egyébként, amit valaha is ettem, viccen kívül. És úgy tűnik, hogy a csirkének jól áll ez a szubidójuk, lesütjük, lepirítjük utána, főleg, hogyha bőrrel tesszük ezt. Ahogy öregszem, egyre jobban kanyarodom vissza a magyar konyhához, azokhoz az ízekhez, mert szerintem mindenkit a gyerekkora határoz meg, zenékben is. Gyerekkorom a Slayert hallgattam, meg Metallicát, tehát hogy nem tudok más lenni. És ugyanezen az ízekkel is, amik bevésődnek, amik berögzülnek, nem véletlen, hogy mindenki ugyanazt a zenét hallgatja, mint amit 12-14 éves korában hallgatott, utána egész életében. És az ízekkel is ez van, és lehet játszani, és lehet kavarogni mindenfelé, és lehet, és kell is végigkóstolni az egész világot, de aztán megtérünk anyánk kebelébe, és elkezdjük ugyanazokat az ízeket keresni, amit régen szerettünk, és itt ezek az ízek vannak, de nem egy megfáradt, unalmas, kissé sótlan formában, hanem üdítő frissességgel tele, és őszintén komolyan mondom ezt az egészet. Tehát, hogy nyilván nem kóstolok most végig mindent, de amit eddig kóstoltam, az mind megállja a helyét ma, 2023-ban, mert benne van a geg, benne van a csavar, helyi alkatrészekkel dolgozok, próbálják minél közelebbről beszerezni az alapanyagokat, ez már mondjuk alap, és nem mellesleg olyan értő tudással nyúlnak hozzájuk, hogy ami a végén kijön a csövön, az zseniális. Jó hely. Kurva jó a tejföl. Ja, igen, ott van ugye az a Mississobaski, ami egy párosításnak az egyik fele, a másik fele a Mr. Obaski, mert rájöttek, hogy külön-külön sokkal jobb a két szőlő, mint együtt, úgyhogy megtartották őket külön. Desszert, amit eszel, az egy ludlám, kicsit újra gondolva, már ez az újra gondolt szó, ez elég elcsépelt, de újra van attól függetlenül gondolva, ami van egy brownie, csokimusz, egy megyragú, egy megygranita, az egyik csokimusz az le van reszelve tonkababbal, csirák, eltővirágok.
Az van, hogy elérkeztem korai ebédemnek a végéhez, és egy ludlábbal fogom ezt megünnepelni, amit egyébként szintén szeretek. Tehát most az az érdekes helyzet alakult, hogy lehetett volna olyanokat, borsó főzelék, hagyjra fasi, de még azt is szeretem. Tehát igaziból egyedül talán a marha megymártás az, ami nekem gyerekkorból negatívként maradt meg. Az összes többi az ilyen imádás, de hogy nyilván vannak, akiknek nem. És a ludláb az meg különösen, tehát a csokit a megyet én imádom, és együtt meg aztán végképp nagyon jó, de így szétszed bálemeire én nem kóstoltam, úgyhogy durulunk. Ez kurva jó. Ez kurva jó. Én mindig félek attól, hogy egy ilyen fantasztikus teljesítmény, mondjuk mikor fogy el a rendület. Én nagyon félek attól, hogy elfogy valamikor. És jó lenne, hogyha nem. Hogy nem úgy működnének a helyek, hogy hatalmas felívelés az elején, és akkor mindent belealapálod, és akkor utána vissza, hanem a lendület, a szív, az odaadás, az meg kell, hogy valami, és tudom, hogy ezek fasságok. És tudom, hogy teljesen naíva hozzáállás, amikor én ezt gondolom, vagy ezt mondom egy étteremről, de hogy ennek így kellene működnie, és nagyon remélem, hogy például ez a hely is meg tudja tartani ezt a jellegét, azt a tüzet, amit ezekkel az ételekkel oda tudnak tenni eléd. Imádás van. Nagyon jó. És nagyon sajnálom, hogy ez a tejföld nem a közelemben van. Mert hogy a tejföld alapból is imádom. Árulunk Schillert is, ami néha szokott ugye a borvilágban így lánéznek rá, hogy jó, a Schiller, ez nem tudom, a legjobb. Tehát, hogy olyan zamata van, hogy engem nem érdekel, mit mondanak, ez egy isteni jobb borra, Mária Ranti Schiller. Az írsa is olyan, hogy ilyen írsai plusz megkóstolod, és így olyan, mint hogyha egy írsai valami, nem tudom, ilyen kontrasztosan lenne, vagy valamiféle ilyen tuningon, mert olyan illata van, és hát igen, ezek a spontán erjedésű borok. Én nem szerettem a bort, mielőtt lekóstoltuk ezeket, és itt meg lekóstoltunk 15 bort, és azt mondtam, hogy ez mind jó, és mind kell, és amúgy kiderült, hogy szeretem a bort. Csak a hozzáadott vegyszereket nem. Ez talán az első olyan hely, ahova így meghívásra jöttem, amit én nem szoktam, tehát alapból nem jövök el meghívásokra. Valamilyen módon elérem azt, hogy ne kelljen eljönnöm, vagy csak egyszerűen közlöm, hogy majd egyszer megérkezem. De hogy örülök, hogy eljöttem, és én nagyon szerettem ezt a légkört, amit ez a két ember, vagy pontosabban ez a három ember ide tudott tenni elém, egyrészt az asztalra, másrészt meg gyakorlatilag tényleg olyan volt, mintha kijöntötték volna elég a szívüket, mert látom azt, hogy ők mit gondolnak a vendéglátásra, és tudom, hogy nagyon sokszor elmondom ezt, és tudom, hogy szintén ez is naivitásnak tűnik, vagy tűnhet. De én ezt a fajta vendéglátást, ezt a fajta vendéglátást szeretem, és csak ezt tudom értékelni. Úgyhogy nagyon jó, hogy itt láttam, és ha tetszett nektek ez a videó, akkor légy szíves, adjatok el egy lájkot, ne csak nekem, hanem a tejfölnek is. És ha akartok még ilyeneket, gasztrotémában mindent, legyen az főzés, fesztiválok, zene, bármi, ami kicsit is kötődik, vagy kötődhet a gasztróhoz, akkor légy szíves, iratkozzatok fel, és ne csak ide a YouTube-ra, hanem az Instagramra, a Facebookra is, mert hogy úgy lesz kerek ez a csatorna, és ott is külön tartalmak várnak benneteket, és ha így leszek, akkor találkozunk még. Sziasztok!